akkor köszöntöm a megjelenteket, megállapítom a határozatképességet, a közmeghallgatást megnyitom. A képviselőtestületnek törvény által előírt kötelessége, hogy évente legalább egy alkalommal előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tartson. A helyi lakosság, a helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket, javaslatokat tehetnek. A közmeghallgatás a képviselőtestületi ülés keretében történik, ezért a képviselőtestület szervezet és működési szabályzatában foglalt előírások érvényesülnek. A közmeghallgatás nyilvános. Kérem, hogy a felszólalók mondják be nevüket, lakcímüket, amennyiben hozzájárulnak a személyes adataik nyilvánosságra hozatalához. A válaszadásra rendelkezésre állnak a tisztségviselők, irodavezetők, főépítészasszony és az intézmény, illetve cégvezetők is. A feltett kérdésekre írásos válaszadásra is van lehetőség 15 napon belül. Ahogy a korábbiakban, most is azokkal a kérdésekkel fogjuk kezdeni, amelyeket korábban beküldtek. Mindig meg fogom kérdezni, hogy a beküldő jelen van-e. A témák közül előre vesszük a lőtérrel kapcsolatos kérdéseket, ezt több kérdező is kérte, mert itt van a körünkben a BRFK képviseletében Glózikné Kárpáti Andrea, illetve dr. Lukács Anna Mária, és akkor ők fognak tudni még az adott esetben felmerülő kérdésekre részletesebben válaszolni. Úgyhogy kérdezném a beküldők közül Kucsera Sándorné jelen van-e? Beteg. Bíró Koppány Ajtony. Jelen van? Nem még van. Nóbik Henriett Szilvia. Seres Zsuzsanna. Jó. Alapvetően mind a négy kérdés nagyjából ugyanarra a témára kérdezett rá, lőtér ügyben hol áll a történet. Igen. Nálam nincs itt felírva, de mindjárt felolvasom a választ, és akkor utána még szóban ön is ki tudja egészíteni, hogyha van olyan kérdése, amire, vagy van olyan válaszom. Jó, fog tudni itt a helyszínen is kérdezni. Ugye a hivatalnak több szerve is foglalkozik a lőtér kérdésével, a kollégák összeállították az alábbi választ. A lőtér üzemeltetését a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló BM rendelet bekezdése alapján a budapesti rendőrfőkapitányság engedélyezte 2020. októberében a Rapid Sportlövész és Hagyományőrző Egyesület, majd 2022. novemberében a B-Pro Bellator Sport és Szabadidő Egyesület részére. Sem az önkormányzatunknak, sem a hivatalunknak nincs jogszabályi felhatalmazása a lőtér üzemeltetés engedélyének visszavonására. A lőtér engedélyeztetéséről és működéséről Ferencváros önkormányzatának előzetesen semmilyen információja nem volt, annak létezéséről is csak 2020. november végén szereztünk tudomást, és ezt követően írásban több alkalommal kértünk felvilágosítást a BRFK-tól, és tettünk javaslatot a környék lakóit érő zajterhelés csökkentése érdekében a lőtér nyitvatartás idejének korlátozása ügyében, továbbá kértük, hogy tegyenek meg minden hatáskorú betartozó intézkedést a lakosság nyugalmát nagymértékben zavaró helyzet megszüntetése érdekében. A polgármester hivatal hatósági irodája két alkalommal is zajszakértőt kért fel a lőtér zajkibocsátásának ellenőrző vizsgálatára. A 2023. május 22-én kelt szakértői vélemény az alábbi megállapításokat tartalmazta. A lőtér területén használt fegyverekkel leadott lövésektől származó zaj a
A szerelvény közt 12 szám alatti lakóépület létesítmény felé néző, zajtól védendő homlokzata előtt a nappali időszakban határérték feletti. A létesítmény által a lakóépület környezetében okozott zajhatások korlátozzák a lakókat ingatlanuk rendeltetésszerű használatában. A 2023. június 12-én kelt szakértő vélemény szerint a lőtér területén használt fegyverekkel leadott lövésektől származó zaj a Füleki utca 13 szám alatti egyik lakóépület délnyugati irányba néző, zajtól védendő homlokzata előtt a nappali időszakban határérték feletti. A létesítmény által a lakóépület környezetében okozott zajhatások korlátozzák a lakókat az ingatlanuk rendeltetésszerű használatában. A fenti szakvéleményeket megküldtük a lőtér üzemeltetési engedélyét kiadó rendőrhatóságnak, és kértük, hogy tegyenek meg minden a hatáskörükbe tartozó intézkedést annak érdekében, hogy a lakók nyugalma biztosítva legyen. A megkeresett hatóság a mai napig nem válaszolt. Budapest főváros 9. kerület Ferencvárosi polgármester hivatali jegyzője, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság, hivatalból eljárást indított a lőteret jelenleg üzemeltető B-Pro Bellators Sport és Szabadidő Egyesülettel szemben, és kötelezte, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályról szóló kormányrendelet alapján a zajkibocsátási határérték megállapítási iránti kérelmét nyújtsa be. Tekintettel arra, hogy az Egyesület a rendelkezésen álló határidőn belül nem nyújtotta be a zajkibocsátási határérték iránti kérelmét, az eljáró hatóság az Egyesülettel szemben környezetvédelmi bírságot szabott ki. A bírságot kiszabó döntéssel szemben az Egyesület keresetet nyújtott be. Keresetében arra hivatkozik, hogy az Egyesület érvényes rendőrhatósági engedéllyel rendelkezik, melynek során az eljáró szerv megvizsgálta többek között a lőtér zajkibocsátását is. Az Egyesület véleménye szerint a lőtér vonatkozásában kizárólag a budapesti rendőrfőkapitányság rendelkezik hatáskörrel és illetékesekkel. Ez a vélemény álláspontunk szerint nem helytálló. A meghozott döntésünkre vonatkozóan a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, a jegyzőnek, mint a környezetvédelmi hatóságnak jelenleg nincs jogszabályi lehetősége további lépéseket tenni. Ez tehát a hivatal által írt válasz, és akkor kérdezem a BRFK jelenlévő képviselőit, hogy kiegészítik-e a foglaljanak helyet, az egyik vendég mikrofonnál tudnak leülni, és a kollégák segítenek a beüzemelésben. Jó napot kívánok, én Glózikné Kárpáti Andrea vagyok, a Budapesti Rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti főosztály vezetője. A mi hatáskörünkbe tartozik a polgári rendeltetésű lőterek üzemeltetésének engedélyezése. Ugye a B-Pro Sportegyesület is ilyen lőtér engedélyezési kérelmet nyújtott be annak idején, és a megvizsgált szakértői vélemények alapján az engedély kiadásra került. Ugye több esetben érkezett hozzánk is panasz, mind az állampolgároktól, mind pedig az önkormányzat részéről. Mi ezeket minden esetben megvizsgáltuk, sőt, több esetben szakértői véleményeket szereztünk be, ami, mondom, tehát a polgári rendeltetésű lőtér üzemeltetéséhez szükséges vizsgálatokat foglalta magában. Ami azt jelenti, hogy a szakértő kiment, és azokkal a lőfegyverekkel, amit polgári rendeltetési lőtér üzemeltetése során lehet használni, azokkal ugye próbalövéseket végeztek, és ez alapján lettek megállapítva a szakértői vélemények. Ellenőrzés is volt a hatóság részéről, amikor kimentünk, és adminisztratív nyilvántartásokból leellenőriztük, hogy az adott időszakban, amikor önök jelezték, hogy túl hangos volt, vagy probléma volt a lőtérrel, megfelelően volt-e adminisztrálva. Tehát mi utólagosan csak adminisztratíve tudtuk ezeket a napokat leellenőrizni, amit minden esetben rendben találtunk. Szeretném mondani, hogy még most is folyamatban van szakértői vélemény, tehát még nem tudunk konkrét választ adni arra, hogy ezek a hanghatások miből kifolyólag túl magasak, vagy esetleg a határértéket meghaladóak. Azért azt tudni kell, hogy mi, mint rendőrség, polgári rendeltetési lőtérre adjuk ki az engedélyt, de van haditechnikai tevékenység is, és amennyiben esetleg ez az egyesület vagy az üzemeltető rendelkezik egy ilyen tevékenységi engedéllyel, azt a Budapest Főváros Kormányhivatala adja ki.
ami elképzelhető, hogy azon tevékenységi körben végzett sporttevékenység vagy oktatói tevékenység magasabb hanghatással van, mint például amit mi kiadunk sportlövői engedélyt. Tehát ezt is folyamatban van ennek a vizsgálata, és amíg ezekre a válaszokat pontosan nem kapjuk meg, addig nem tudunk érdemben nyilatkozni, mert mondom, minden esetben a mi ellenőrzésünk azt állapította meg, hogy az általunk kiadott engedély és az abban folytatott tevékenység az rendeltetésszerűen működött eddig. Nem tudom, van-e kérdése ezzel kapcsolatban valakinek még? Torzsa Sándor képviselő úr, tessék. Igen, köszönöm szépen, egy tipikus olyan problémával állunk szemben, ami jó lett volna, hogyha előbb van egy lakossági egyeztetés, előbb van egy lakossági konzultáció, mintsem ez a vállalkozás megkapja az engedélyeket, mert ugye amikor már elkezd működni egy cég, hát vissza a szellemet a palackban nagyon nehéz zárni. Én azt hagyd mondjam el, hogy három dolgot hagyd mondjak el. Egyrészt, hogy a probléma az valós. Én jó magam is többször több ízben jártam ott kinn a helyszínen lakossági panaszok alapján. Itt egy kertes házas övezetről van szó, a lőtérhez legközelebbi első kertes házaknál, gyakorlatilag kinn az utcán, én, amikor engem ott hívtak, mobiltelefonon beszéltem, nem értették, amit mondtam, mert olyan hang van. És ez a utcán a házaktól lévő pár tíz méterre lévő utcában van ez az egész történet. Másik, hogy nem csak ezen a területen, de ott van egy nagyon közeli kórház. A kórház épületében belül lehet hallani a lövéseket. Ott beteg emberek vannak. Tehát ott olyan emberek vannak, akiknek az egészségük, pihenésre van szükségük, és bizony szombat délelőttönként is ezt tapasztaltam. A harmadik dolog pedig az, hogy én felhívom az önök figyelmét arra, hogy az Indexnek van egy videója, ahol ezen a lőtéren forgattak, és ott különböző olyan fegyvereket használnak, mutatnak be, amiket az ukrán háborúba vetnek be. Tehát itt ez azért a sportlövészetnek szerintem a kategóriáját bőven meghaladja. Tehát amit ön mond, az egy érdekes új fejlemény ebben a történetben, hogy itt lehetnek más típusú engedélyek is. Csak ezen tudom, hogy mennyire a sportlövészet kategóriája. Viszont a városvezetésnek én hagyom ezt a problémát, lehet, hogy érdemes más szemszögből is megközelíteni, mert hogy ez a terület, ennek a tulajdonosa a MÁV. Tehát konkrétan a MÁV-tól bérlik ezt a területet. Tehát ez a cég a MÁV-val áll szerződésben, tehát egy állami céggel van szerződésben. Valószínűleg ugye a MÁV az azért adta ki ezt a területet, mert neki ebből bevételek keletkezik, tehát az önkormányzat, hogyha esetleg megkeresi a MÁV-ot, és mi kibérelnénk ott egy közpark funkciója céljából ezt a területet, esetlegesen mondjuk kétszer annyi pénzért, mint amennyit mondjuk a lőtér fizet, akkor akár meg is lehetne oldani ezt a problémát, hiszen a MÁV-nak ugye bevételre van szüksége, nekünk meg arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. És csendben jegyzem meg, hogy mi rendelkezünk rengeteg olyan területtel a külvárosban, ahol egyébként meg senkit nem zavarna a lőtérnek a működése a lakott területektől távol. Tehát én javasolnám egyébként azt nagy tisztelettel, hogy esetleg a lőtérrel folytatni egy tárgyalást, hogy költözzenek el egy önkormányzati telekre, ami kint van a külvárosban és nincsenek lakók, hogy nyugodtan lehet ezt a tevékenységet folytatni. Mi pedig béreljük ki a MÁV-tól és csináljunk ott egy sportparkot az ott lakóknak, mert nekik meg arra lenne egyébként szükségük. Tehát nem a lőtér, tehát önmagában az, hogy van egy lőtér, nyilván ezt a tevékenységet is valahol el kell látni a városban, ezt értjük, tehát hogy ez tök világos, csak nem biztos, hogy kertes házas övezetbe kell ezt telepíteni kórház mellé. Tehát ebben kellene nekünk valamilyen együttműködésre vagy párbeszédre a szervekkel kialakítani, mert itt most van ezen a területen egyébként más probléma is, tehát van hajléktalan szálló, vannak csatornák, meg szóval ezer probléma van. De most például egy kicsit az megy, hogy itt hatóságok mutogatnak egymásra, közben egyébként meg a probléma az nem oldódik meg.
Bocsánat, csak kérdezem, hogy a jelenlévő lakosság részéről van-e további kérdés, kiegészítés? Tessék, jöjjön. Csak a mikrofonhoz. Jó napot kívánok, Blahón és Widersz Kerika vagyok, a Töltésköz 7/1-ben lakom. Én már 30 éve költöztünk ide. Több napi rendi ponttal is készültem, de most nyilván a lőtér a legfontosabb, egyik legfontosabb. Hát sajnos saját tapasztalat az, hogy hát itt sorozatlövő fegyverekkel is lőnek, ami azt jelenti, hogy ha nem csukjuk be az ajtónkat, az ablakainkat, akkor ezt mi elég jól halljuk, és ez nem csak a fülünknek, vagy audio, nem tudom most kifejezni magam, mindegy, szóval nem csak azt zavarja, hogy az ember nem tud tévézni, nem tud élni, hanem ez lelkileg is megviseli az embert. Ugye háború van, nem jó hallani a fegyverropogást. Mi 30 éve költöztünk ide, akkor ez egy nagyon-nagyon kedves, aranyos lakó közösség volt, ez a kis lakótelep, és úgy gondoltam, hogy én innen soha nem szeretnék elköltözni. Itt neveltem fel a gyermekemet is, és azt gondoltam, hogy ettől jobb hely nincs a világon. Hát ezt most nem így érezzük. És az a nagyon nagy baj, hogy elköltözni sem tudunk, mert ha én ezt a lakást, vagy ezt a házat, ahol élek, meghirdetném, szerintem a vasárnapon kívül nem lenne olyan nap, amikor kihívhatnék oda bárkit, hogy megnézze az otthonomat, mert minden nap lőnek, és nem gondolom, hogy bárki szívesen költözne egy ilyen helyre, ahol egész nap fegyverropogást hallgatnak. És ugye akkor már ne beszéljünk a hajléktalan kérdésről, a csöves tanyáról, ami fönn is van a térképen, a Google térképen, tehát ha valaki megnézi ezt, hogy én hol hirdettem a lakásomat, akkor azt rögtön láthatja is. Úgyhogy halmozottan kialakultak itt olyan problémák, hogy az otthonaink, amiben mi szeretetet, gondoskodást, pénzt töltünk, azt most elértéktelenedtek. Nem tudnánk eladni ezt a házat annyi pénzért, amennyiért mondjuk egy jobb kerületben ugyanúgy mondjuk sokkal jobb áron meg lehetne hirdetni. Ide a kutya nem fog kiköltözni. És ez szörnyű. Tehát még elmenekülni sem tudunk. És tényleg én most nagyon-nagyon sok energiát öltem abba, leveleket írtam polgármesterasszonynak, a MÁV ZRT-nek, mert mindenkinek írtunk abba, hogy ezt a sok problémát, ami itt felhalmozódott, hogy ezt valahogy meg kell oldani, mert itt több ezer ember él. Úgyhogy én most csak ennyit szerettem volna mondani, lehet, hogy a többi napi rendi pontnál is majd kérek még szót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hozzászólnék akkor, itt reflektálnák a hölgynek a mondandójára, hogy ugye itt említette, hogy sorozat lövéseket hallani. Na most a mi általunk engedélyezett lőtér az polgári, még egyszer kifejezem, tehát ott olyan fegyverrel, ami sorozatlövésre alkalmas, nem lehet lőni. Akkor nagy valószínűséggel az nem a... Erre csak azt tudom mondani, hogy akkor haditechnikai tevékenységre is kell, hogy legyen engedélyük, de mondom, tehát erre nekünk se rálátásunk, se jogkörünk, se hatáskörünk, tehát ez további vizsgálatot igényel a fővárosi kormányhivatal felé. Amikor ezt a lőteret beüzemelték, vagy elindult, akkor itt volt egy bejárás az önkormányzat részéről is. Meg lehetett nézni, a lakosság is mehetett, azt hiszem, a férjem volt, én nem voltam akkor ott, és ugye itt fölmerült a zajvédő fal kérdése. Hát az volt a legnagyobb felháborító, szerintem tényező, hogy biztos ismerik ezeket a kis bambuszokat, ami igen magasra meg tud nőni. Abból volt egy pár szál így leültetve, és arra mutogattak ott az üzemeltetők, hogy ez lesz a zajvédő fal. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez már, most bocsássanak meg, hogy így fogalmazok, ez már a pofátlanság csimborasztója, amikor egy kicsit úgy le is nézik azokat a lakókat, akiket az a probléma érint. Tehát ez nem zajvédő fal, oda egy komolyabb megoldásnak kéne
születnie. Bocsánat, még ezt szerettem volna elmondani. Igen, ugye ez a szakértő kompetenciája, tehát azért rendelünk ki zaj- és rezgés szakértőt, hogy ők állapítsák meg, hogy a meglévő hanghatások mennyire felelnek meg az önkormányzati rendeletben előírt decibel értékeknek. Na most ezt nem úgy kell nézni, hogy ezt átlagolják, elosztják arra az időszakra, amikor ugye ott lehet lőni, és meg van határozva, hogy mennyi lövésszámot lehet napi szinten leadni. Azért mondom, hogy én úgy gondolom, hogy ez további vizsgálatot igényel, hogy nagy valószínűséggel akkor itt más jellegű engedély is van kiadva a lőtérnek, hogyha, mert sorozatlövéseket, amikor mi ellenőriztünk a adminisztrációban, sehol nem láttunk, és nem is láthattunk, mert arra nincs engedélyük, a polgári rendeltetés az egy sportlövés, lövészet, illetve oktatás céljára van megadva. Bocsánat, tehát hogy mikrofonba, hogyha szót adok. Bocsánat, Virasztó Tamás vagyok, Vas Bakter közből, és biztos, hogy van ilyen, én tavaly szeptember, én olyan helyen lakom a telepen, ami talán a legvédettebb helyen van a zajból, de azért van, amikor már nálam is elszakad a cérna. Tavaly szeptemberben ezügyben írtam a Viplak úrnak egy SMS-t, hogy most nem kívánom jellemezni, mennyire hangos, ezt válaszolta. A Magyar Honvédség hajt végre lőszergyakorlatot, vagy lőgyakorlatot. Akkor nagy valószínűséggel tehát van haditechnikai tevékenységre engedélyük. Ezt ő maga írta, ez de már van mondom, tehát ehhez a rendőrségnek semmilyen jogköre meg hatásköre nincsen, ha ők ezt megkapták, azt a fővárosi kormányhivatal adta ki. Tehát mi nem is tudjuk, hogy melyik lőtér az, ahol ilyen haditechnikai tevékenységet végeznek, mert az nem a mi kompetenciánk. De akkor ez azt jelenti, hogy egy lőtér egyszerre rendelkezhet egy polgári valamit, önök adtak ki, és egyszerre egy hadi valamit. Polgármester asszony, tessék. Köszönöm szépen, ez új információ volt, és mi gyorsan rákerestünk erre, hogy mi a haditechnikai tevékenység, és ezzel kapcsolatban milyen engedélyeket ad ki a kormányhivatal. Haditechnikai termékek gyártása, haditechnikai szolgáltatások nyújtása, haditechnikai termékek külkereskedelme, ebben lövöldözés sehol nem szerepel. Szolgáltatásban. Igen, és megnéztük azok az engedéllyel rendelkező vállalkozások nyilvántartását is, ugyanezen a webhelyen, ahol nem szerepel az önök engedélyében szereplő B-Pro Bellator Sport és Szabadidő Egyesület. Szerepel itt egy B-Pro Kft., nem tudom, hogy a B-Pro Kft.-nek van-e a rendőrségtől működési engedélye. Ez a kettő egy ezt és ugyanez. Ezt így nem tudom fejből megmondani, a nyilvántartásomból nyilván elképzelhető, hogy más jellegű tevékenységre, de nem biztos, biztos, hogy nem haditechnikára, mert azt nem mi adjuk ki, tehát mi arra biztos, hogy nem adtunk ki. De igen, tehát az Egyesületnek nincsen erre engedélye. Tehát akkor önök azt mondják, hogy egyébként a BRFK által végzett szakértői vizsgálatok alapján, vagy a BRFK által megrendelt szakértői vizsgálatok alapján ők szabályosan működnek, annak ellenére, hogy sorozatlövéseket és határérték túlépést tapasztaltak? Tehát nyilván, amikor kimegy a mi általunk kirendelt szakértő, nem sorozatlövéseket mér, mert ugye mi nem is engedélyezhetünk, tehát ő csak olyan jellegű fegyverrel történő lövést mér, amit mi engedélyezhetünk, mint polgári lőtér. Tehát sorozatlövőt biztos, hogy nem mér, mert arra nincs is jogosultsága. Tehát olyankor kikapcsolja a mérőkészüléket, amikor sorozatlövés van? Nem, a próbalövésnél ott megvan, hogy milyen fegyverrel lőnek. Tehát azt tudjuk, hogy olyan jellegű fegyvereket használnak a próbalövések során, ami a polgári rendeltetési lőtér használata során engedélyezett. Tehát megvan, hogy ez B kategóriától indul. Egy haditechnikai az A kategóriás, tehát olyannal nem is tudunk lőni, mert nekünk nincsen rá felhatalmazásunk. Értem, és amikor a lőtér működési engedélyét kérelmezték a BRFK-nál, akkor ők nem, tehát nem kell ehhez jelezni, hogy más jellegű tevékenység nem. Is nem. Van,
nem a magához, a lőtér nyitásához nem kell bejelenteni adott nem, már. Nem, mert az nem a mi kompetenciánk, ahhoz nekünk úgymond semmi közünk, tehát ha ő nem mondja meg, nem is tudjuk, meg nem is, tényleg nem is tudjuk, hogy melyik lőtér rendelkezik haditechnikai engedéllyel. Tehát, hogyha valaha szétszálozásra kerülne az, hogy a sorozatlövés okozza határérték túllépést, vagy a sima maroklő fegyverrel lövés, akkor oda kell bírósághoz, vagy bármilyen jogorvoslatért fordulni, akik az hát erre a bizonyos... Hát én úgy gondolom, hogy tehát a fővárosi kormányhivatal kompetenciája ezeket az engedélyeket megadni, arra nincs rálátásunk, hogy ő ehhez milyen mellékleteket, mit kér be a engedélyezést kérőtől. Nyilván általánosságban meg tudjuk őket keresni, hogy mi az a eljárásrend, amire ők kiadják. Igen, a tevékenységi engedély típusaiban általános haditechnikai termékek gyártása, összeszerelés, haditechnikai szolgáltatások nyújtására. Ez egyértelmű szolgáltatás, hogyha lőnek. Belföldi forgalmazás, tehát hogy itt ilyen típusú a leírásban, a szolgáltatás leírás. Tehát a szolgáltatások leírásában lőtér üzemeltetése nem szerepel, de minden esetre a kormányhivatali engedélyekre is vonatkozik a törvény által szabályozott zajhatárérték túllépés, vagy határérték betartása, ha én ezt jól gondolom, ugye? Így van, biztos. Hogy ők ezt hogy ellenőrzik, vagy mi alapján adják ki az engedélyt, ebben nem tudunk nyilatkozni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Pillanat, Szilágyi Zsolt képviselő úr. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a polgári lőfegyverekbe mi fér bele? Mert ugye, hogy sportlövészet, akkor gondolom, hogy azok légpisztolyok, légpuskák, és még milyen 9 mm-es, 36-os sörétes, mi fér még bele a polgáriba? És hogy lehetséges egy olyan dolog, mert ugye sokan küldenek nekünk felvételeket a saját lakásukból a hanghatás miatt, és ugye vannak ezek a sorozatlövő karabinerek, vagy nagyobb fegyverek, géppisztolyok, géppuskák, stb. Hogy nem lehetne az, hogy a rendőrség egy ilyen lakásból csinálná meg ezeket a méréseket a határértékről? Hogy nem kint a lőtéren, hanem amikor ugye random kimennek ellenőrizni, valaki biztos beengedi önöket, és hogy onnan végezni el ezt a kértő a méréseket? Lehetséges ilyen? Köszönöm. Pillanat, igen, most tud válaszolni, igen. Akkor kezdem előről, én is üdvözlöm önöket, dr. Lukács Anna Mária vagyok, annak az osztálynak a vezetője, aki a többek között a lőterek, lőfegyverek engedélyezését hajtja végre. Nagyon fontos, még egyszer szeretném kihangsúlyozni, még akkor is, hogyha ez egy picit szürreálisnak tűnhet. A rendőrség kizárólag polgári felhasználású, polgári rendeltetésű lőfegyverek, lőterek tekintetében jogosult engedélyt kiadni, és van egy másik mellé rendelt hatóság, nem vagyunk alá fölé rendeltségi viszonyban, nincsen utasítási jogkörünk, az pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala, aki pedig a haditechnikai engedélyezést folytatja. A haditechnikai engedélyezés alá eső fegyverzetek közül a pisztolyok, puskák, hogy ilyen köznapi nyelven mondjam, akár lehetnek sorozatlövők is. A polgári rendeltetésű lőfegyverek nem engedélyezhetők kizárólag egyes inkriminált sport esetben sorozatlövőként. Tehát a mi fegyvereink azok nem sorozatlövő fegyverek. Ahogyan vadászatra is tilos engedélyezni ismétlő fegyvert, ez ugye vadászati törvényben is szerepel, így, mert a polgáriról beszélünk, ugye polgáriról, kizárólag most a polgáriról, semmiféle másról nem tudok önöknek beszámolni, tehát sorozatlövés nincsen. A sorozatlövések miatt, amire voltak kedvesek több fórumon fölhívni a figyelmünket, ami alapján megindítottunk egy eljárást,
merült az föl, hogy más típusú engedélyek is lehetnek. A fegyverjogszabályok a fegyvereket különböző kategóriákba sorolják. A kategóriától kezdünk, és D kategóriáig bezárólag vannak ezek a kategóriák. Az A1-től az A5-ig terjedő kategóriák azok, amiket mi nem engedélyezünk. Egész egyszerűen, így röviden így tudnám elmondani, hogy mi azokat nem engedélyezünk. És akkor az A5-től tulajdonképpen azok, amiket egy szűk körnek engedélyezünk. Ennek a lőtérnek az esetében, azért mindegy is az A kategória most, mert ennek a konkrét lőtérnek az esetében a fegyverek B kategóriától indulnak, nekik nincsen egyáltalán ez az A, a mi polgári engedélyünk alapján. Még egyszer elmondom, az, hogy haditechnikai tevékenységi engedéllyel rendelkezik-e a lőtér, mivel a BFKH-val mellérendeltségben vagyunk, mi is akkor tudjuk, hogyha mi megkeressük őket. Ők is akkor tudják, hogy egy lőtérnek milyen engedélye van, hogyha bekérik az ügyféltől, vagy megkeresik őket. Úgyhogy tulajdonképpen a fegyverekről igazából ennyit tudok mondani, ezek nem ismétlőek, ezek egy lövés leadása. Tehát nem tudnak olyan fajta sorozatlövést leadni, mint ami a hozzánk eljuttatott felvételen hallható. Hogyha ez így megfelel esetleg. Torzsa Sándor, tessék. Igen is. Tisztul a kép. Én egy dolgot nem értek. Egyrészt, hogy önök rendőrség, tehát hogy önöknek van akár nyomozati jogkörük is, ha jól értem. Önöknek nincs, jó. Csak úgy a rendőrségnek van, de önöknek pont most ebben az ügyben nem lehet. Jó, értem. A másik, amit én szeretném megkérdezni, önök azt mondták, hogy önöknek van lehetőségük beszélni ezzel a másik hivatallal. És önöket már megkeresték a lakók a panaszokkal. Gondolom, akkor beszéltek is, hiszen válaszoltak a lakóknak a panaszaira, és gondolom szakszerű választ szerettek volna adni. Mit válaszolt önöknek a kormányhivatal ez ügyben, hogy van ezeknek engedélyük, vagy nincs engedélyük? Azt követően merült föl a haditechnikai engedélyezés kérdése, miután a sorozatlövésekről megkaptuk a videófelvételt. Addig nem merült ez föl. Addig mi koncentráltunk azokra a panaszokra, és annak azoknak a körülményeknek a kivizsgálására, amik az engedélyezés óta, mint új információk fölmerültek, ezért is került sor arra, hogy zaj- és rezgésvédelmi szakértői vizsgálat tart jelen pillanatban is. Ugyanis ez nem úgy működik, hogy egyszer valaki megkap egy engedélyt egy tevékenységre, és soha többé nem kell vizsgálni azt, hogy hogy a feltételeknek megfelele, hiszen ezek a panaszok pont arra hívták föl a figyelmet, hogy esetleg érdemes bevonnunk egy szakértőt, valamint a polgármesteri hivatalnak a tájékoztatása is arra indított minket, hogy egy független, kívülálló, igazságügyi szakértő bevonására kerüljön sor, akinek a vizsgálata még folyamatban van. Tehát nem tudtuk megkeresni azelőtt a BFKH-t, hogy fölmerült volna egyáltalán ez a sorozat lövés és ezáltal a haditechnikai engedélyezés problémája. Polgármester asszony. Még egy kérdésem lenne, ha megengedik. Ugye a lőtér működési engedélyét viszont a BRFK adta ki. De? Tehát a BRFK. A polgári rendeltetési lőtér üzemeltetésére, igen. Így van. Hogyha tegyük fel a BRFK az itt elhangzott vizsgálatokra alapozva visszavonná ezt az engedélyt, akkor lenne lehetősége a hadi technikai tevékenységre ennek a vállalkozásnak? Mi csak akkor tudjuk visszavonni, hogyha mi általunk vizsgált ellenőrzés olyan jellegű információkat hoz, ami alapot képez arra, hogy visszavonjuk. De mondom, még ez a vizsgálat folyamatban van, tehát még nem tudunk erre nyilatkozni, de amennyiben az a vizsgálat nem mutat ki olyan eredményt, és
mondom, tehát a sorozatlövőt mi nem fogjuk tesztelni, mert arra nincsen lehetőség, meg nekünk módunk. Tehát mi nem úgy teszteljük, hogy az állampolgár oda telefonál, és akkor kiszalad az ajszakértő és megméri, hanem az egy előre betervezett vizsgálat. Tegyük fel, hogy ez a vizsgálat azt alapozza meg, hogy az önök szabályai szerint sem megfelelő a működés, és visszavonják a működési engedélyt, akkor tudnak-e ott a kormányhivatal engedély alapján hadi technikai tevékenységet végezni? Hát ezt nem tudjuk, hogy a kormányhivatalnak mit kell benyújtani, hogy kell-e ahhoz egy polgári rendeltetési lőtérrel, lőtér üzemeltetéséhez engedéllyel rendelkezni a lőtérnek, hogy a hadi technikára kiadják, ezt ebben nem tudunk nyilatkozni, hogy ott milyen mellékleteket kell nekik becsatolni ehhez. Értem, és önök megkeresték már egyébként a kormányhivatalt? Igen, megkerestük, de még nem kaptunk választ. Uh-huh. Tehát arra se, hogy van-e engedélyük, meg arra se, hogy mire van. Ez folyamatban van, mert ugye ez a sorozatlövés, ez ugye nemrég derült ki, amikor elkezdtünk mi is gondolkodni, hogy akkor ennek mi lehet az oka, mert a bármilyen nyilvántartásból ez ugye, ami felénk van vezetve, abból ez nem derül ki. Értem, köszönöm szépen. Tosa képviselő úr. Igen, köszönöm szépen. Kicsit így széttettem a kezemet, mert én azt hittem, hogy értem, de nem. Tehát előbb elmondta a kolléganője, hogy van videófelvételük arról, hogy itt történik sorozatlövés, de megállapították azt, hogy itt minden rendben van ezen a lőtéren. De azt nem nézték, de bocsánat, akkor önök még nem zárták le ennek a megállapítását, hanem ha jól értem, folyamatban van, és hogyha kiderül az, hogy nekik esetleg nincsen engedélyük a kormányhivataltól, akkor önök meg tudják állapítani azt, ezek alapján, amik vannak, hogy ez a lőtér nem szabályszerűen működik. Ugye? Jól értem a helyzetet akkor. Igen, teljes mértékben jól összefoglalta, a sorozat lövések vetették föl a másik engedélyező hatóság megkeresését. Ez így van. Mint ahogy a főosztályvezető asszony elmondta, nem kaptunk még arra választ, hogy van-e lőtér, de az, hogyha haditechnikai engedéllyel rendelkeznek, az számunkra egy olyan plusz információ, ami ok lehet arra, hogy a panaszokat akár feléjük is jelezzük, hogy annak érdekében, hogy ők is tudjanak lefolytatni esetleg vizsgálatokat, de ezt a mellérendeltséget én azért hangsúlyozom, mert én nem mondhatom azt a BFKH velem egyenrangú engedélyező hatóságának, hogy mit vonjon vissza, mit engedélyezzen, és mit csinálhat ő, és ő sem utasíthat minket semmiféle olyan tevékenységre, ami az ő kompetenciájába nem tartozik. És bocsánat, itt adós maradtam még egy fölvetéssel önfelé. A zajmérések nem ingatlanokból történnek, hanem a legutóbbi mérés az egy ingatlan udvaráról történt például. Ugye a falazat, a nyílászárók valamilyen szinten tompítják a zajhatást. Mi pedig azt akarjuk kideríteni, hogy mi az a legnagyobb zajhatás a lőtérhez legközelebb eső részen, ami vajon megfelele, hiszen ez az egyik kérdés a szakértő felé, megfelele az önkormányzati rendeletben foglalt határértéknek, ami azért lényeges, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt határértéket nézzük, mert a zajrendeletekben, zajra vonatkozó egyéb jogszabályokban lévő határértékek 5 decibellel magasabbak, mint az önkormányzati rendeletben lévő, tehát mi úgymond a legalacsonyabbat kell, hogy figyelembe vegyük, és a mi vizsgálatunk erre is irányul. És azt gondolom, hogy a szakértő úr, aki egy igazságügyi szakértő, tehát ő nem egy általunk úgy
fölfogadott, egyszerű diplomával rendelkező, meg szakvégzettséggel rendelkező személy, hanem ő igazságügyi szakértőként büntetőjogi felelőssége tudatában teszi azt a szakvéleményt, amit nekünk pont azok miatt, a körülmények miatt el kell fogadnunk egy hiteles szakvéleményként, nem pedig egy a bizonyítékok sorában, hanem pont az igazságügyi szakértői jellege miatt döntő, hogy ő mit fog leírni. Ez igen, valóban egy lassabb, alaposabb vizsgálatot feltételez, de az a lényeg, hogy talán ezért nem, én nem tartom aggályosnak, hogy ő nem ingatlanból akart mérni, hanem ingatlan udvarról, illetve a közelről és a legközelebbi, leginkrimináltabb helyről mért. És hogyha annak az eredménye megvan, akkor tudunk tovább lépni. Mindannyiunknak tulajdonképpen az az érdeke, hogy egy jogszerű, szakszerű eljárást követően egy valóban megalapozott döntés születhessen, legyen az bármely döntés, amire most még nem tudok választ adni. Köszönöm. Takács Krisztián képviselő. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Bevallom, nekem most ez elképesztően szürreális fordulat, ami itt történt. Tehát gyakorlatilag kiderült, hogy kvázi haditevékenység folyik lakott területen belül. Tehát egyrészt nem tudok elmenni amellett, hogy a kormányhivatal hogy engedélyezhet. Ezt tudom, hogy önök sem tudják ellenőrizni. Kérdés az, hogy ez eddig, mert ugye évek óta már ez itt volt a terítéken, ez a lőtér téma, tehát hogy ez eddig hogy nem derült ki? Tehát régóta zajlik-e ez? Tehát azt meg kéne vizsgálni, hogy a kormányhivatal azt az engedélyt pontosan mikor adta ki? Tehát hogy mióta történik ilyen lőszerteszt, illetve gondolom akkor gyakorlatozás vagy oktatás is ezen a lőtéren. Tehát az baromi fontos lenne, hogy gyakorlatilag a kezdetektől fogva okozott ez problémát, vagy ez egy... nem régiben történt esemény, ami most itt rátett az eddigi lakossági problémákra, amik egyébként teljesen érthetőek. Illetve még egy olyan kérdésem van, vagy az merült föl, mert ugye azt értem, hogy önök mint rendőrség nem tudják ellenőrizni a kvázi hadsereg tevékenységét, viszont azt meg tudják-e kérdezni, vagy hogy működik ez az engedély, hogy esetleg bizonyos napokon van ott ténylegesen ott a hadsereg, akik ezeket a tevékenységeket végzik, és csak akkor használnak el sorozott lövőfegyvereket, amikor ott ténylegesen honvédelmi tevékenység folyik. Tehát, hogy erre van-e lehetőség, hogy mondjuk kikérik azt, hogy egyébként ott mikor van ténylegesen hadsereg, és mikor van csak tisztán polgári használat? Természetesen társhatóságokat tudunk megkeresni. De hogyha a kérdés arra irányul, egy társhatóság felé intézett kérdés arra irányul, vagy probléma fölvetés, hogy ők a saját eljárásukban, ahogyan mi, folytassanak le egy vizsgálatot, vagy vizsgálják fölül az engedélyezésüket, akkor célszerű ahhoz az engedélyező hatósághoz közvetlenül fordulni annak, aki ezt meg akarja tudni, mert nincsen hozzánk kötve. Tehát, hogy ahogyan hozzánk juttattak el észrevételeket, panaszokat, és mi az alapján megindítottuk a mi eljárásunkat, hogyha a BFKH megkapja ezeket a panaszokat, én azt gondolom, a nevükben semmi, éppen nem tudok nyilatkozni, és nem is szeretnék, hogy akkor nyilván ők is ezt be fogják fogadni. Tehát tulajdonképpen mi... Mert hogyha csak mi rajtunk keresztül mehetne, de nekünk ugye, mint ahogy leszögeztük, az ő engedélyüket nincsen jogosultságunk fölülvizsgálni, nincsen jogosultságunk visszavonni, vagy bármit tenni, akkor tulajdonképpen ez egy fölösleges hatóság beiktatása. Tehát ezért mondtam, hogy ahogyan minket is közvetlenül megkerestek, ha kiderül, hogy ő általuk kiadott engedély, BFKH által kiadott engedély van, akkor nyilván őket is célszerű ilyen esetben közvetlenül esetleg megkeresni. De ezzel kapcsolatban azért nem szeretnék tényeket kimondani, hogy van-e engedély vagy nincsen, mert a mi megkeresésünkre hivatalos válasz ez idáig nem érkezett.
de a körülmények alapján ez a megkeresés indokolt volt feléjük. Polgármester asszony. Köszönöm szépen. Kérném szépen a hatósági iroda vezetőjét, hogy egy pillanatra jöjjön és tájékoztassa megjelenteket arról, hogy nekünk már egy régi historikus történetünk van ezzel a lőtérrel, nagyon sokszor kötelezést, bírságot szabtunk ki, előírtunk különböző intézkedési terveket, stb. Stb. Ha én jól tudom, akkor a hatóságirodával sem, ahogy például mással sem közölték azt, hogy egyébként nekik nem ilyen jellegű, hanem hadászati, vagy nem tudom, mi a pontos neve, bocs. Haditechnikai tevékenységre is lenne engedélyük, illetve ez kellett volna, hogy közöljék, és ugye mivel ez is zajhatással jár, és mi ezt vizsgálhatjuk, mint hatóság ennek a zaj határértéknek a betartását, ezért gondolom, hogy ezt közölnie kellett volna. Szóval, hogy ennek pontosan mi a jogi háttere, és mi több évnyi ilyen munka után, vagy felteres után mit tudunk arról, hogy nekik esetleg lehet-e ilyen engedélyük a BRFK-s engedélyen túl? Tessék, iroda vezető úr. Igen, köszönöm szépen a szót. Valóban nekünk sincs hivatalos tudomásunk, hogy ilyen haditechnikai engedélye lenne az adott lőtérnek. Én annyival szeretném ezt a diskurzust kiegészíteni, hogy itt ugye elhangzott, hogy akkor a BRFK haditechnikai lőterek engedélyezése ügyében jár a rendőrség, pedig a polgárrendeltetésű lőtérek engedélyezése ügyében. De van egy harmadik hatóság, ez a jegyző, környezetvédelmi hatósági hatáskörben a jegyző üzemi és szabadidő zajforrások esetében zajkibocsátási határértéket állapít meg, és annak betartását ellenőrizzük. Minden vendéglátó, szórakozóhely, illetve a lőtérek esetében is, tehát a jegyzőnek hatásköre van. A lőtérek kapcsolatban, amit ugye a polgármester úr említett válaszban, ez a per tárgya, ami az önkormányzat és a lőtér üzemeltetője között van, hogy ezt a jegyzői hatósági hatáskört ő nem fogadja el. Itt a zajkibocsátási határértékeket nem önkormányzati rendelet határozza meg, hanem egy KVVM, EUM, tehát egy miniszteri együttes rendelet, 27/2008, és ott az abban meghatározottak szerint kell a lőtérnek bizonyos határértékeket teljesítenie, és azért történt a zajmérés a lakóingatalok előtt, mert a rendelet szerint a lakóingatalok előtt, a védett ingatlanok előtti 2 méteren belül kell teljesítenie. Tehát mi a zajmérésünket úgy végeztük, független attól, hogy a lőtér üzemeltetője ugyan vitatja, hogy ezt a jogszabályi rendelkezést, hogy 48 órán keresztül a zajmérési eszköz kín volt az említett két ingatlan előtt, és mindkét szakvélemény szerint ugye határérték túlépés történt. A lőtérüzemeltetőt ugye fel is hívtuk, hogy akkor nyújts. Ugye ennek az első lépése az lenne a hatóság eljárásnak, hogy zajhatárérték megállapítását kéri az üzemeltető, mi megállapítjuk, és a lőtérüzemeltetőnek kellene bizonyítania, hogy a határértékeket teljesíti. Na most a lőtérüzemeltetője már az első lépésnél nek nem tett eleget, emiatt ugye bírságot szabtunk ki, és ez ellen nyújtott be keresetet a bíróság előtt. És jelenleg ez az ügy még folyamatban van. Köszönöm. Ja, csak azt akartam, hogy szerintem az egy lényeges kérdés, hogy akár a fellebezés, akár a bármilyen ponton a lőtér üzemeltetője hivatkozott-e másra, mint a BRFK-ra, mint engedélyező szervre? Tehát az ő védekezésében, az ő kommunikációban előkerült-e, hogy neki egyébként a BRFK mellett a kormányhivataltól is van engedélye? Nem. Nincs ilyen információ. Oké. Okay. Polgármester asszony. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel most itt nem jutunk tovább, annyit megígérhettek, hogy természetesen akkor mi a BRFK felvetésének megfelelően azonnal megkeressük a kormányhivatalt ebben az ügyben,
És ugye ez azért lenne fontos, hiszen ezeket a működési engedélyeket nem mi adjuk ki, tehát mi nem is vonhatjuk ezeket vissza, és minden panasz, vagy a mi esetleges bírságolásunk, vagy előírásaink, azok gyakorlatilag erre az elfogadhatatlan üzemelésre nem tudnak választ adni, de pláne akkor nem, ha még be is perelnek minket, és pereskedéssel töltjük az időt, miközben ők céget váltva, új név alatt, új eljárással tovább folytatják ezt a tevékenységet. Úgyhogy mindenképpen megkeressük. Én még mindig nem látok ebben egyébként tisztán, hiszen a kormányhivatalnak is azért valamilyen rendszerességgel ezeknek a szabályoknak a betartását ellenőriznie kellene. És mivel itt most már több olyan szakértői vélemény született, amely egyöntetően megállapította a zajhaterejtek túllépését, valószínűleg ott is kell, hogy legyen ilyen. De akkor ezt ki fogjuk deríteni, és köszönjük, hogy erre felhívták a figyelmünket. Amint hallották önök is, az önkormányzat most értesült először arról, hogy még egy ilyen típusú más hatóság által engedélyezett tevékenysége is lehet akár ennek a lőtérnek, ami meg aztán pláne felháborító. Csak röviden, parancsoljon. Két kérdésem van. Az egyik, hogy a rendőrség képviselőjétől szeretném kérdezni, hogy amikor ezek a zajmérések történnek, ők a lőtér képviselője ezt előre tudják, hogy ez a zajmérés történni fog? Tehát értesülnek róla, hogy mikor történik ez a mérési vizsgálat? A zajterhelés vizsgálat, igen, az általunk engedélyezett lőfegyverek és kaliberű lőfegyverek tekintetében azokkal a lőszerekkel a lőtérről történnek, és a mérés a lőtérhez legközelebb eső ponton történik. Ezt értem, hiszen de, hogy a lőtérről kibocsájtott lövés zaja az, ami önöket zavarja. Értem. Innentől kezdve a lőtérről kell a méréseket. Tehát tudnak róla végezni. Igen, de értem. Nem. Tehát a szakértői vizsgálat során a szakértő a lőtéren a mi általunk engedélyezett fegyverekből ad le lövést. Tehát nem a lőtérnek azt a mindennapi működését ellenőrzi, amit itt az úr említett, hogy 48 órán keresztül hát ez volt a baj. Igen. Igen, de mi a mi engedélyünk szerinti felhasználást kell, hogy vizsgáljuk. Értem. Tehát ezért nagyon fontos. Jó, köszönöm szépen. A másik kérdésem csak még annyi, hogy az egészségügyi intézmény, ugye a Semmelweis Egyetem nemrég vásárolta meg a Merényi Gusztáv Kórházat, és ott ugye most azért egy nagyobb beruházás fogott történni, hogy az sem indok arra, hogy itt ne legyen egy lőtér egy egészségügyi intézmény közelében? Mert ugyanis a rendelőintézetben is hallani a lövéseket, ezt saját tapasztalatból tudom, ott dolgozom. Úgyhogy ez a kérdésem, hogy ez esetleg az egészségügyi intézmény ott léte sem elég indok arra, hogy itt ne legyen lőtér. Ez az utolsó kérdésem, köszönöm szépen. A jogalkotó nem az intézmények közelségére, uh-huh, hanem a zaj terhelés mértékére helyezte a hangsúlyt. Uh-huh. Ugye elmondtam azt, hogy az önkormányzati rendelet szerinti lakóterületi besorolás alapján meghatározott zaj terhelési mérték alacsonyabb, és mi ehhez az alacsonyabb mértékhez vagyunk kíváncsiak az igazságügyi szakértő szakvéleményére, hogy ennél az alacsonyabb zajterhelésnél mi az a lövésszám, ami elfogadható, egyáltalán fogadható-e el, milyen az a zajkibocsájtás. De még egyszer nagyon fontos elmondanom, hogy mivel a mi engedélyünk nem terjed ki a sorozatlövő fegyverekre, ezért mi a sorozatlövő fegyverek által kibocsájtott zaj mérésére vonatkozóan nem is tudunk vizsgálatot, értem, folytatni. Tehát
És ahogy a polgármester asszony is ugye az előbb összefoglalta, ugye igen, ezáltal merült föl egy másik hatósági engedélynek esetleg a megléte. Tehát innen merült föl tulajdonképpen. Köszönöm szépen. Igen, azt viszont jó, ha tudják, hogy az önkormányzat által megbízott zajszakértők viszont nem a lőtéren belül vizsgáltak, hanem a lakóterületen megkértünk lakókat, hogy engedjenek be minket, pontosabban a szakértőt a saját házaikba, lakásaikba, tehát ott is született két olyan szakértői vélemény, amely hatósági zajszint túllépést állapított meg. Mindent meg fogunk tenni. Még egyszer mondom, ha szeretne még hozzászólni, tényleg csak nagyon röviden. Nem ehhez szeretnék hozzászólni, teljesen más téma, de ugye, hogy ilyen, az még itt szerintem sorra fog kerülni, de rendben, persze. Ebben az ügyben? Parancsolja. Kérem szépen a nevét. Cséplő Dániel vagyok, Dési Huber utca 14, második lépcsőház, harmadik emelet, 13-as ajtó. Volt egy felvetése a Torzsa Sándor képviselő úrnak, hogy történjen, vagy történt, tehát lenne is kérdésem az üzemeltetővel bármilyen egyeztetés. Tehát itt én úgy látom, hogy mindenféleképpen a lakóknak a, hát az életkörülményein azonnal javítani kéne. Tehát így nem lehet élni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindent tegyen meg a városvezetés azért, hogy ez a lőtér elkerüljön onnan a Mávaszódiról. Egyébként van itt egy stadionunk is, szerintem ott is elférne ez a lőtér, de ugye Torzsa Sándor úr felvetése is egy nagyon jó javaslat volt, hogy vannak nekünk olyan területeink, ahol fel tudunk ajánlani területet ennek a üzemeltetőnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, amint azt az ott lakók nagyon jól tudják, többször is volt egyeztetés a lőtér üzemeltetőivel, teljes elzárkózást tapasztaltunk, ezért is állunk velük perben. A következő, vagyis pontosabban itt az első megkeresés, Igen, tehát kérdezném, hogy Nagy Sándor... Bocsánat, csak szeretném megköszönni a BRFK képviselőjének, hogy jelen voltak, mert jelezték, hogy el kell menniük, azért is vettük előre a lőtér kérdését. Köszönjük. Köszönjük szépen mi is, és továbbra is, amennyiben panasz van, azt ki fogjuk vizsgálni a továbbiak során is, és egy kis türelmet kérünk, hogy a általunk elrendelt szakértői vizsgálat meg a megkeresésnek az eredménye után, amikor már ténylegesen látni fogjuk, hogy mivel állunk szembe, vagy milyen probléma van még ebben az ügyben, akkor meg fogjuk válaszolni a... Én még azért arra elkérdeznék, ugye mi is már legalább fél éve, vagy legelőször találkoztunk, vagy talán még több, hogy ezeknek a szakértői vizsgálatoknak van valamilyen határideje? Tehát önök adtak határidőt ezeknek az elvégzésére? Hát határideje igen van, csak... Mi is több szakértőt rendeltünk ki, és próbáljuk mi is, hogy a lehető legjobb eredmény szülessen, és megoldás legyen a lakóknak a problémájára is. De úgy olyan eredményre nem tudjuk visszavonni az engedélyt, ami normális értékeket mutat. Értem, tehát megfelelően szeretnék alátámasztani az esetlegesen hozott jogkövetkezményt, hogy ilyen csúnyán mondjam. Jó, köszönjük, és mindenképpen maradjunk kapcsolatban, és természetesen önökkel együtt, és mindenki mással együtt tovább folytatjuk ezek szerint a harcunkat a lőtér ellen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A szokott rend szerint... Az írásban beérkezett kérdésekre válaszolunk először abban a sorrendben, ahogy itt elhangzik, de szóban csak akkor, hogyha személyesen itt van a kérdés feltevője, amennyiben nincs itt, úgy az írásbeli választ haladéktalanul meg fogja kapni írásban. Ezért kérdezem, hogy itt van-e Nagy Sándor, aki a Boráros tér és környéke
ével kapcsolatban tett fel kérdést. Amennyiben nincs, akkor írásban küldjük a válaszunkat. A második kérdezőnk Antal László volt a Gát utca 10-es számú házzal kapcsolatban. Nincs jelen, írásban fogja megkapni a választ. Dr. Gered Dávid, két tárgykörben fordult hozzánk, kérdezném, hogy jelen van-e. Nincs, írásban fogja megkapni a választ. Következő kérdésünk Kucsera Sándornétől a lőtérrel kapcsolatban érkezett, de azt gondolom, hogy erre, amit tudtunk, elmondtunk szóban is, de írásban is meg fogja kapni azt a választ, amit itt alpolgármester úr felolvasott. A következő kérdezőnk Kozák Nelli, nem tudom, hogy jelen van-e. Nincs. A József Attila lakótelep, ha jól látom, közlekedési rendjével kapcsolatban kérdezett, a választ írásban küldjük. Következő kérdésünk Pastyik Ilona, szintén József Attila lakótelepről, nincs, írásban küldjük meg a választ. A hetedik kérdésünk Bíró Koppány Ajtony, nincs jelen, ezért a... Ő viszont fog majd kapni választ itt szóban is, mert a MÁV Asszúdi lakótelep elektromos hálózatáról, csatornahálózatáról és közvilágításáról kérdezett. Erre fogunk válaszolni szóban is, illetve a lőtérről is. A következő kérdezőnk Virasztó Tamás. Ön itt van, parancsoljon. Kívánja a kérdését itt szóban feltenni, mielőtt válaszolok rá? Nem szeretném ismételni. Rendben. Az ön kérdése is a MÁV lakótelep és a Vasbakter közvilágításával kapcsolatos probléma feltehetően csak egy izzót kellene kicserélni, illetve a MÁV-val kapcsolatos birkózásról ír, ami egyikünknek sem újdonság sajnos, és hogy mikor várható a MÁV lakótelep elektromos hálózatának felújításában előrelépés. Nos, én az irodáltal összeállított választ most nem olvasom föl, még pedig azért nem, de meg fogja kapni írásban, mert azért késtem a közmeghallgatásról, mert ebben a témában Lázár János miniszter úrral találkoztam, akivel megegyeztünk abban, hogy a MÁV vezérigazgatójával közösen a következő hetekben egy kész koncepciótervet fogunk letenni az asztalra, ami azt jelenti, hogy a MÁV felújítja a közműhálózatokat ezen a területen, a csatornahálózatot, a villamos hálózatot, illetve amennyiben szükséges a vízi közműveket, mármint az ivóvíz hálózatot is. Ennek a költségei három felé oszlanak, természetesen nem egyenlő arányban, tehát ebből az önkormányzat kész kivenni a részét, bár nekünk aztán tényleg semmi közünk nincs hozzá. A teljes közműhálózat tulajdonosa a MÁV. Ez nem vitakérdés, és az, hogy ők már egyébként leírták a könyveikben, mert ugye teljesen használhatatlanra amortizálódott és tönkrement, attól még a tulajdonosi kötelezettségeiknek eleget kell tenniük. Ezért olyan állapotba fogják hozni ezeket a közműhálózatokat, amivel már a szolgáltatók ezeket át tudják venni, szerződéseket tudunk kötni az áramszolgáltatóval, a vízcsatorna művekkel, minden közműszolgáltatóval. Tehát ebben egyeztünk meg, hogy milyen arányban fogjuk ezeket a költségeket viselni, a főváros, a Ferencvárosi Önkormányzat, illetve a MÁV. Erről indulnak a jövő héten ezek szerint konkrét tárgyalások. Természetesen ez, hiszen ők a tulajdonosok, a főváros majd a jövőben is szolgáltató lesz, mi pedig ugye a lakosaink miatt szállunk ebbe bele, ez a teherviselés nem lesz egy arányos, mármint hogy nem egyformán részesülünk ebből.
Ennek azért a javarészét a MÁV a költségviselője a MÁV lesz. Erre ma konkrét ígéretet kaptam a miniszter úrtól, és éppen most kaptam üzenetet a MÁV vezérigazgatójától időpont egyeztetésre. Úgyhogy remélem, hogy ennyi év után, szerintem 10-15 év után ez most már hamarosan meg fog oldódni. Köszönöm szépen. Szeretnének bármit? Parancsoljon. Ezzel kapcsolatban? Igen, mindjárt csak... Tessék? Igen, csak azért mennék végig azokon, amiket megkaptunk. Megkaptunk írásba, hogyha esetleg van itt valaki, akkor tudjunk neki válaszolni. Következő kérdés Varga József úrnak ugyanerre a MÁV lakótelepet érintő ugyanezekre a kérdésekre érkezett. Ő is megkapja az írásbeli választ, ezzel kiegészítve, amit most elmondtam. A következő kérdezőnk Blahóné Sviderszki Erika. Igen, a lőtérre kapcsolatos kérdéseire választ kapott, és ezen kívül szintén a közmű volt, amire most igyekeztem választ adni. Hajléktalan szálló és hajléktalan tanya problémái. Erre... Ez az? Ja. Igen. Tehát a hajléktalan szálló melletti területeken tartózkodó hajléktalan emberekkel kapcsolatban hivatalunkhoz érkezett, korábban érkezett lakossági megkeresésekre tekintettel a közterület felügyeleti iroda korábban ellenőrzést végzett a helyszínen. Az ellenőrzésen megállapítást nyert, hogy az adott terület a MÁV ZRT magánterülete, így ott a közterület felügyelőknek a jogsértések tekintetében, például köztisztasági jogsértések, szeszesita a fogyasztás, stb. Intézkedési jogosultsága nincsen. A hajléktalan személyek közterületen történő életvitelszerű tartózkodása során korábbi jogszabálymódosítás okán kizárólag a rendőrség jogosult fellépni, felügyelőink csak az általuk elkövetett, a felügyelet hatáskörét érintő jogsértések tekintetében rendelkeznek intézkedési jogosultsággal. Ha esetleg ott volt a tavaszi köztéri fogadórán, vagy a tavalyi köztéri fogadórán, nem tudom, hogy találkoztunk-e, a rendőrkapitány úr, illetve a közterület felügyelet vezetője is kimerítően válaszolt ezekre a kérdésekre, tehát ott elmondtuk, hogy mi az, ami a mi hatáskörünk rendőrségé. Ott ugye el lett mondva az a pontos menetrend, ami alapján a rendőrség egyébként a mai napig különböző időszakokban ellenőrzéseket végez, illetve a közterület felügyelet is, és azt is elmondták, hogy milyen esetekben léphetnek fel akár a felügyelők, akár a rendőrség. Az nem jogszabálysértés, hogyha egy hajlékkal nem rendelkező ember egy padon ül, vele szemben fellépni, intézkedni nem lehet. Figyelemmel arra, hogy a MÁV ZRT magánterületén élő hajléktalanok, valamint a területen felhalmozódott hulladék tárgyában az önkormányzathoz érkezett korábbi panaszok, közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon felvetett ezen problémák álláspontunk szerint túlmutatnak a közterület felület hatáskörén, önkormányzatunk keresi a megoldási lehetőséget, amely korlátozott a magánterület okán. Tehát ezzel nem akarjuk mi megkerülni a problémát. Igaz, hogy a MÁV területén vannak, és ott nem tudunk fellépni, de ezen túl sokkal nagyobb figyelmet fordítunk az ott élőkre. Szoros és folyamatos kapcsolatunk van a fővárosi hajléktalan ellátó szervezetekkel. Ugye a maga a szálló is egy fővárosi hajléktalan ellátó létesítmény vagy intézmény, illetve a mi szociális
ellátórendszerünkben dolgozó utcai hajléktalan gondozóink is fokozott figyelmet fordítanak az ott élő emberekre, és egyébként egy pár évvel ezelőttihez képest jóval kevesebb hajléktalan van már azon a területen, egyrészt mert alacsonyabb úgynevezett alacsonyabb küszöbű belépési lett, elnézést, csak nem jutott hirtelen eszembe. Maga a hajléktalan szálló, ez azt jelenti, hogy oda már sokkal több embert beengednek, mint korábban, illetve az ott felhalmozódott hulladékot mi szó nélkül, attól függetlenül, hogy hol található, kinek a területén, mi rendszeresen Feszofé igazgatójával egyeztetve ott van ön mögött, el tudja mondani, hogy milyen rendszerességgel, de mindig összegyűjtjük és elvitetjük. Tehát attól függetlenül, hogy ez a probléma túlnő valóban rajtunk, és nagyon sokféle, hogy most mondjam, hatáskör meg intézkedő hivatal van jelen benne, mi azt is megtesszük ebben az ügyben, ami egyébként, hogy is mondjam, nekünk nem kellene, illetve nincs is rá pénzünk, nincs is rá hatáskörünk. De mivel tudjuk, hogy ez ott gondot okoz, ezért azzal, amivel tudunk, rendszeresen és folyamatos kapcsolattartással, még egyszer mondom, a fővárosi intézménnyel, illetve az ott lakókkal ezeket próbáljuk orvosolni. A Lőtér kérdése volt még. Igen. A következő kérdezünk, Nóbik Harriet. Közel ugyanezek a témák, akkor remélem, hogy követi az ülést, vagy utána visszanéz, illetve ő is megkapja mindezeket írásban. Ezekre a kérdéseire a válaszokat. Igen, hajléktalan kérdés, lőtér kérdés. És a közvilágítás kérdése. És végül az utolsó írásban beérkezett kérdésünk Seres Zsuzsanna, aki szintén a lőtérről kérdezett, úgyhogy megkapja ő is írásban a választ. Varga Józsefet már mondtam. Varga úr, itt van? Kielégítő volt, ami elhangzott, vagy... Varga József, MÁV lakótelep, Vasbekter köz 4. Alpolgármester úr nem mondta nevemet az elején, hogy azt hittem, hogy nem érkezett be a kérésem. Három rövid. Igen, de először nem. Nem volt felolvasva a nevem az elején. Jó, három kérdést tettem föl. Nagyon röviden mondom, az első elvileg megvan oldva, mert ha a miniszter úr foglalkozik, akkor a ideiglenes bizottság működése is tárgytalan ezek szerint. Hosszú távon. Ilyet soha nem mondjunk, az ideiglenes bizottságok munkájára mindig nagy szükség van. Akkor az első kérdésem az volt, hogy az ideiglenes bizottság összeült, összejöttünk 20-an, 3 órát tárgyaltunk, 17 oldalt emlékeztetőt fölvettek róla. Eredmény nem volt, mert a főváros nem jelent meg a megbeszélésen. Csak annyit akartunk elérni, hogy induljon a tervezés, közös költséggel nem tudtuk megoldani, és azt szerettük volna, amíg nem adják át a közműveket, addig legyen megoldva az elhárítás. Sajnos dönteni nem tudtunk benne, mert a főváros az illetékes, nem volt jelen. Jelenleg az a helyzet, hogy a lakótelepet, lakóit terheljük avval, hogy a főváros és a MÁV egymással nem tárgyal. Ez volt a probléma, és az volt a kérésem, hogy a önkormányzat vegye föl a fővárossal a kapcsolatot, mert a főváros visszaigazolta a levelet, 3 főt visszaigazolt, hogy meg fog jelenni, és nem jelent meg. Ez egy probléma. Tehát ha csak úgy tudunk dolgozni, hogyha a főváros is része az a tárgyaláson. A legfontosabb érintett fél a főváros, ugyanis a rendelet értelmében neki kell átvenni 14 évvel ezelőtti rendelet, 2011 évi rendelet értelmében közművet csak önkormányzat vagy állam tartott üzemben, és ő
24 év óta a lakosság terheli ezt a problémát. A második kérésem az volt, hogy augusztusban megtörtént a pályázata a lakótelepi parkolással kapcsolatosan, azóta nem történt a rönkülésen erről terv előterjesztés, nem tárgyaltunk. Az volt a második kérdésem, hogy mikor tárgyalja Rönk a terveket, és mikor indul a építkezés, mert ha ilyen lassan fog menni, akkor a tél miatt nem fog megépülni a lakótelep. A harmadik kérdésem röviden, a MÁV lakótelepen van 20 darab négy személyes, négy lakásos társasház, ebből 60 darab egy szobás külső vécés és 20 darab másfél szobás lakás. A kérésem az lenne, hogy hallottuk a problémákat, lőttér, haléktalan szálló, hogy valóban az van, hogy a lakótelep kezd kiüresedni, fiatal házasok nem törköltöznek be a megörökölt lakásokba, elhagyják a lakótelepet, vagy albérlők jelennek meg a lakótelepen. Az volt a kérésem, hogy engedjük meg azt, hogy az egyszobás lakások oldalirányban is lehessen bővíteni, máskülönben kirül a lakótelep. Mindenféleképpen nagyon fontos lenne ezért, a kerület létszámba is növekedne, és ami nagyon fontos, hogy ez nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. Tehát nagyon fontos lenne ebbe lépni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kérje, hogy a választ felolvassuk például az utóbbi kérdésre. Írásban akkor meg fogjuk küldeni. Köszönöm szépen. És akkor parancsoljon. Kérem, hogy majd a nevét, címét mondja be. Kele Sándor vagyok, és MÁV aszódi lakótelep, Víztorony köz 8. És nekem a kérdésem az lenne, hogy már elég régóta húzódik a parkolásnak a kérdése. És mivel, hogy a cégemnek is a telephelye ott van, és nem parkolhatom akárhol az autóimat, nyilvánvaló, de büntetést nem szeretnék többet beszerezni. Egyik oldalról azt kapom, hogy nem a MÁV tulajdonában van, ami ott a víztorony és a váltó köz végében lévő játszótérnél, ami egy földterület, konkrétan, hogy az nem a MÁV tulajdonában van. A másik oldalról azt kapom, hogy a MÁV tulajdonában van, és kihez kellene ahhoz fordulnom, hogy én ott a teherautómat, vagy esetlegesen az autóimat, ami a cégnek a telephelyéhez tartozik, hogy oda parkolhassam. Miért nem lehet ott parkolni, és mikor lesz ebből valamiféle parkolási... Tessék? Nem lehet parkolni, mert megbüntetnek minket. Kétszer kaptunk büntetést, sőt háromszor. A közterület felül, de nem lehet. De nincs parkolótábla, és már a rendőrségen is voltam bent. Ez miatt, mert behívtak, beidéztek tanúzásként. Bocsánat, de ki büntette meg? Az nem parkolási övezet. A közterület fenntartó vállalat. Akkor valószínűleg zöld területen parkolt. De oda van ki, elvileg azt mondták, hogy az ott parkoló hely. És nincsen parkolótábla. Ki mondta ezt, és honnan gondolja? Hogy... A közterület felügyelet azt mondta, hogy az nem parkoló terület, és mindenkit az utcákban, akik ott parkoltak, megbüntettek konkrétan. Ez egy dolog miatt, nem, tehát hogy nem tudom a konkrét esetet, az kellene a büntetési cédulát esetleg elküldi, vagy bármi. Írásban esetleg, igen, e-mailben igen. El tudom önnek küldeni. Nem olyan régen voltam bent itt a 9. kerületi kapitányságon, ahol azt mondták, hogy igazából fölveszik a jegyzőkönyvet, de ki fog nekem jönni egy büntetés, mivel hogy ott parkolt a teherautóm is, és a másik autóm is. Fél évig parkolhatott ott, utána egyszerűen nem. Tegye meg, mert így nem tudok konkrétan válaszolni, szeretnék pontos lenni, ugye az nem egy parkolás, nem egy parkoló zóna, nincs parkolási díj, igazából a tehát valamiért szabálysértés miatt büntethették meg, de nem tudom ezt így én elküldök nélkül. Mindenféle információt önöknek e-mailben. És írásban fogunk válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, további szép estét mindenkinek. Minden jót kívánok, viszontlátást.
Parancsoljon. Csak egy mondat. Ezt a kérdést, polgármester asszony, ezt a kérdést én föltettem. A válasz, ha fölolvasná az úrnak, akkor megvan a válasz, mert az én kérdésemben benne volt. Hogy az a terület az jelenleg nem a önkormányzaté, nem a MÁV-é. Az a terület az. És mikor lesz az a terület, megígérték, hogy ezt meg fogják oldani, hogy megveszik, és ott parkoló lesz összesen 2x10 parkoló. Ez körülbelül elhangzott fél évvel ezelőtt. Ez egy állami tulajdonban lévő közterület, ami, hogy is mondjam, ahhoz, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljön, hát arra én nem sok esélyt látok, de meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen célból, vagy milyen előnye származna abból az önkormányzatnak, hogyha mi erre mondjuk vételi szándékot nyújtunk be, de a parkolási bírság tekintetében a részletekről fogjuk tájékoztatni, jó, hogyha bejön. Mindenképpen köszönöm szépen. Jó. Parancsoljon. Ja, elnézést, nem láttam. Parancsoljon, Torzsa képviselő. Én köszönöm szépen, csak azért kértem szót, mert ezzel az a bizottság, aminek én is tagja vagyok, foglalkoztunk, sőt, Szilvi Adriánnal a helyszíni bejáráson is voltunk in, a főépítész asszonnyal, ott voltak a térképeink, ugye ez a terület, amiről az úr beszél, ez az a földes terület a játszótér fölött, ez egy állami tulajdonban lévő közterület, ahol egy 10 fős parkolóhely van kijelölve, ami készünk alapján, tehát a szabályozási tervünk alapján, tehát az egy parkolóhely. Tehát az, hogy ön amiatt, mert ott parkolt konkrétan, amiatt önt nem lehetett volna megbüntetni, a mi közterületfölgyűjt önnek meg végképp, mert ugye állami területről van szó, más miatt lehet, hogy megbüntették, de ott azt nyugodtan fellebbezze meg, és készünkre hivatkozzon, mert abban benne van, hogy ott ki van jelölve egy 10 fős parkolóhely. Nagyon szívesen. Nem parkoljon oda. Mert az, hogy az építési szabályzatban ki van jelölve, az azt jelenti, hogy oda parkolóhely létesíthető, de az nem azt jelenti, hogy az parkolóhely. Nem, az egy állami tulajdonban lévő közterület. Az nem. Azért volt arról szó, hogy az önkormányzat... De a készben nem az van, hogy ott parkolóhely van, hanem az a jelzés azt jelenti, hogy parkolóhely jelölhető ki. Mint hogy a képviselő úr megnézi, az építési szabályzatok jelölnek ki funkciókat olyan területekre, amikre nincsenek beépítve. De azért, mert egy üres tere ki van jelölve parknak, attól még nem lesz park, hanem az azt jelenti, hogy oda csak park létesíthető. De hát ez alapján döntöttünk a nem tudom, nyáron vagy mikor, hogy akkor ezek, azokra a helyekre tudunk egyáltalán kijelölni a Mávaszódi lakótelepen, ahol a kész engedi. Ezt annak idején végigbeszéltük. Árva Péter. Bocsánat, szeretnék a polgármester úr rácsatlakozni. Tehát az ugyanolyan képviselőtársamnak mondom, hogy a Kinizsi utcában ki van szabva, ez egy parkolóház, 5 emeletes, nem tudok a parkolóház 5. emeletén parkolni, mert nincs ott, nem épült meg. Tehát, hogy igen, az irány az fontos, hogy ez valahogy megvalósuljon, de a szabályozási terv az egy lehetőséget enged meg, hogy ott mi épül. Amíg az nem épül meg, addig nem az, hanem csak egy lehetőség. Takács Máriusz képviselő, parancsoljon. Köszönöm. Csak egy kérdés, hogy az állami tulajdonú közterületen a mi közterületfelügyeletünk eljárhat? Köszönöm. Irodavezető úr? Nem, szóltam, hogy nem. Igen, csak a jegyzőkönyv miatt, de akkor tolmácsolom a jegyzőkönyvnek a közterületfelügyeleti irodavezetője szerint nem. Akkor valószínűleg a rendőrség büntetett. De azért mondom, kérem szépen, ez egy egyedi ügy, küldje be ezt a jó, és akkor megnézzük, megvizsgáljuk, és akkor pont nem akarok itt találgatni most, hogy ki hova mit büntetett. Köszönöm szépen.
Torzsa képviselő úr még ebben az ügyben parancsolja. Bocsánatot kérek, én elnézést, nem akarok ebbe a vitába egyébként részesebben belefolyni. A Kressznek van erre ide vonatkozó rendelet, hogy hol lehet parkolni. Hogyha ez megfelel ezeknek a szabályoknak, és már pedig egyébként a készünk alapján ki van jelölve parkolóhely, akkor valószínűleg ezek a területek megfelelnek, tehát lehet ott parkolni. Én nem tudom egyébként azt, hogy hogyha ki van jelölve egy parkolóhely, a Kressz megengedi a parkolást, és oda nincsenek fölfestve a vonalak, ez csak azokra a területekre vonatkozik, ahol fizetős parkolás működik. Itt meg nem működik fizetős parkolás. Tehát ez alapján nyugodtan lehet ott parkolni. Én nem értem egyébként itt a válaszokat, hogy miért kell épített parkolóhelynek lenni. A Kressz világosan szabályozza azt, hogy hol lehet parkolni. Ráadásul úgy, hogy ez ki van jelölve kész szerint parkolóhelynek, lehet parkolni ott. Nem értem a problémát. A szemétszállítással robbant ki, hogy nem fértek be a kukásautók az utcába azoktól a lakóktól, akik a házuk előtt a kertesövezetben parkoltak. És akkor végig mindenkit megbüntettek, boldog-boldogtalan, és valószínűleg a játszótéren lévő... Tessék? Igen, csak akkor kijött a közterület, mert vagy följelentettek minden lakót, vagy nem, és ott akkor boldog-boldogtalant megbüntettek. Úgyhogy gondolom, hogy esetleg ezzel lehet összefüggésben, mert hogy ez lakópihenő övezet, és nem lehet parkolnunk a házaink előtt sem. Jó, csak hogy jó, köszönöm. Köszönöm szépen, parancsoljon a következő kérdés. Először is egy rövid megjegyzésem lenne, mégpedig az, hogy ugyanúgy, ahogy a illatos úti vegyszerszennyezésnél Lázár János miniszter úr járt el, úgy látszik most is a személye segít önnek. Ez csak egy rövid megjegyzés volt. Baranyi Krisztina Karácsony Gergellyel azzal kampányolt, hogy nem lesz több stadion Ferencvárosban. Itt van nekünk a Dunapartunkon az atlétikai stadion. Azt ígérte, hogy Ferencváros nem lesz pártkifizetőhely. Ferencváros egy velejéig romlott pártkifizetőhely. Baranyi szociális bérlakásokat ígért. 4 év alatt 0, azaz 0 új bérlakást nem adott át a városvezetés, miközben bérlőink életveszélyben élnek nap, mint nap. A polgármester asszony korrupció felszámolásával kampányolt. Erre a városvezetés 7 házat óhajt eladni korrupciógyanús körülmények között. Krisztina rendet, tisztaságot ígért. Ferencváros mocskos, a ferencvárosi közszeletfelügyelet nem látja el megfelelően a feladatát, Ferencváros közszeretei nem biztonságosak. Polgármester asszony demokráciát, átláthatóságot ígért. Hol itt a demokrácia, az átláthatóság? Még Árva Péter képviselő úr is kijelentette, hogy ön nem demokrata. Polgármester asszony, ha ön nem demokrata, akkor mi? Akkor mi, ha ön nem demokrata? Zöld Ferencváros klímastratégia. A FEVIX ZRT, melyet Baranyi egykori együttes pártársai Pataki Márton vezet most, vágott ki egy közel 100 éves fát engedély nélkül. Gratulálok önöknek! Együtt sikerült környezetkárosítás cselekményét elkövetniük. Lesz ennek vajon következménye? Kérdezem én. Lesz ennek következménye? Vagy ezt is elsibolják süttyomban, ahogy szokták. Ferencváros lakossága 4 év alatt megtapasztalhatta, hogy alkalmatlanok, érdemtelenek Ferencváros vezetésére. Mindenki tudja már, hogy Ferencvárosnak változás kell. Köszönöm szépen, hogy meghallgatt. Köszönöm szépen, és mi volt a kérdés? Polgármesteri kortes beszéd, elég hosszú az út a szocialista pártból a
másik oldalra, de ez egy valódi lépcsőfok. Köszönjük a polgármesterjelöltet, láttak, hallottak esetleg, akik követik az online közvetítést. Kérdés nem volt, válasz nincs, kérdezném megjelenteket, van-e még esetleg kérdezünk a mai közmeghallgatáson, amennyiben nincs, van, bocsánat, jöjjön, mert már mindenki fölállni készül. Üdvözlöm, jó napot kívánok, Békési Márta vagyok a Víztorony köztízből, és érdeklődnék, hogy a Fék utca közlekedésével, illetve tisztántartásával van-e bármilyen terv az autók minősíthetetlen gyorsasággal Tehát ismételtem, Békési Márta vagyok a Víztorony köztízből, és az iránt érdeklődnék, hogy a Fék utcának a közlekedésével terveznek-e valamit. Nincsen sem járda a Fék utcában, az autók csillapítás nélkül sokszor gyorsulást játszanak reggel. Egyszerűen nem lehet átmenni a zebrán az aluljárótól, mert használhatatlan. Ezen kívül beláthatatlan, mert akkora a gaz. Illetve a Fék utcában van egy, nem tudni kinek a területe, ami teli van hulladékkal. Több éven keresztül leveleztünk, hogy azt takarítsák ki. Megkaptuk önöktől a választ, hogy ez meg fog történni, elkezdődött, azóta is patkánytanya. Tehát el lehet jönni, rengeteg felvételünk van, és jönnek átalakult telepre a patkányok, illetve reggel az iskolába menő fiatalok és a hazajövő idősek nem tudnak közlekedni az Albert Flórián útnál, mert hogy nem működik. Sokszor 80-90-nel jönnek az autók. Bocsánat, csak nézzük éppen a térképen, hogy melyik része lehet, de kérdezném a Feszofét, ha ilyen választ küldtünk, hogy ott kitakarítjuk a Fék utcát, akkor ez megtörtént? Legyen kedves a... Igen. Bocsánat, nem emlékszik, hogy kitől kapta a válaszlevelet? És azt meg tudja mondani, melyik telekről van szó? Igen. Azóta is fotók vannak róla, körülbelül derékmagasságig áll ugyanúgy. Igen, ott ugye annyit tudtunk tenni, hogy felszólítottuk a tulajdonost. Szerintem gondolom, ha én tőlem kapott levelet, akkor abban is ez volt, mert nem nagyon tudunk mást mondani. Ugye a Feszofe a környezetét azt le tudja, vagy bocsánat, onnan el tudja szállítani a hulladékot, meg levágni a gazt, de magánál, tehát a belső területre, ami egy magántulajdonban van, oda sajnos nem tud bemenni. A külső terület. Világos. Igazgató úr? Köszönöm szépen. Azt mindig el szoktuk mondani, hogy a lakóingatlanok, illetve ugyanígy a társasházak, ugyanígy a magántulajdonoknál saját maguk előtt mindig önmaguknak kell. Tehát, hogyha ez egy szkanszka terület, amit a polgármester úr is említett, akkor nekik kell egészen az úttestig tartó felületet, beleértve a zöld felületet is karbantartani. Egyébként az egész Fék utcára azt azért el tudom mondani, hogy mi esetenként szoktuk takarítani. A bőnek igaza van, hogy ezt nem sűrűn, nem minden alkalom, de nem is a mi feladatunk, tehát ez nem egy önkormányzati feladat, hanem megvan, hogy egész végig, hogyha végigmegyünk a Fék utcán, nincs a fejemben, hogy kik a tulajdonosok, de egyik oldalon ugye ott van a Ferencvárosi pályáról, vagy ott a MÁVA tulajdonos, akkor neki kell takarítani. Ha megyünk tovább, ugye itt említették a Skanskát, ott maguknak kell saját maguk előtt, és ott még van több telephely, létesítmény, intézmény, amiket én fejből nem tudok, de ott meg nekik kell elvégezni a járdatakarítást egészen az úttestig, hogyha van egy zöld felület, egy zöld sáv, azt pedig nekik kell takarítani. Akkor a önkormányzat felé jelezni kell, és feltétlenül a hatósági iroda egy bólintást, akkor felszólítjátok, ugye? A hatósági iroda akkor felszólítja őket. Kormányhivatal? Tehát a kormányhivatal felé kell bejelenteni ezt, és ők büntetnek, ha jól értem.
Jó, én viszont azt, ugye tényleg ez egy ilyen, ebből a szempontból, a tulajdoni viszonyok szempontjából bajos vidék, de én arra kérném a FESZOFE vezetését, hogy a gyomírtást vég viszont a Fék utca vonalában mindenképpen végezzük el, akkor is, hogyha belóg a, nem tudom, a MÁV területére. Tehát, hogy az út mentén ne legyen akadály, szerintem ez nem egy olyan nagy költség, amit mi ne fedeznénk mondjuk a parlagfű érzékenyek miatt, vagy a lakosság miatt a MÁV helyett. Annyi mindent kifizettünk már a MÁV helyett, ez a pár liter gyomírtó, nem hiszem, hogy oszt vagy szoroz. Köszönöm szépen. Tessék? Hát ez az első bejelentés hozzánk, legalábbis hozzám a polgármester.kukac.ferencvaros.hu-ra, vagy az irodáinkhoz, még soha nem érkezett a Fék utcai forgalommal kapcsolatban. Látom, irodavezető úr bólogat, bejelentés, de akkor most megkérem majd a közterület felügyeletet, hogy a Fék utcában a forgalmi helyzetet külön is nézzük meg. Irodavezető úr. Tehát most arról a szakaszról beszélünk, ami a dóm mögött, meg az új dóm mögött meg lett nyitva az Üllői út. Igen. A Fék utcáig. Tehát arról a szakaszról, itt egyébként korábban is egy ilyen, ott ugye van egy BMW szalon, nem messze, és ott ilyen próbapályának használták az egyébként szinte forgalommentes utat. Most ugye végig meg lett nyitva az út egész az Üllőig, így egy szép hosszú egyenes, most már forgalmas is, és ugye az aluljáróból, amikor kijövünk, hát oda kellene valami forgalomlassítás, mert elég rémes. Jó, intézzük. Mármint, hogy értjük, hogy az új meghosszabbítás miatt ez egy többlet forgalmat jelent a környéknek. Jó, felírtuk. Gyurákovics képviselőasszony, parancsoljon. Köszönöm a szót. Alpolgármester úrhoz lenne egy kérdésem. Azt tetszett mondani az előbb, hogy a felszólítják, ugye, hogy magántulajdonban vannak azok az ingatlanok, ahol a hölgy említette a magas gaz tulajdonképpen. Kérdezem én, hogy a felszólításon kívül van egy utóellenőrzés is az önkormányzat részéről adott esetben, hogy egyébként a felszólításnak ők eleget tesznek-e, vagy itt kimerül, hogy felszólítás van? Hát én úgy tudom, hogy ellenőrizzük, hogy ez megtörténik-e. Hatóság, igen, Sotkó irodavezető úr bólogat, hogy megnézzük, hogy megtörténik-e. És hogyha nem, lehetne akkor... Lehetne bólogatás helyett a mikrofonba esetleg ennek a eljárás rendjét ismertetni? Köszönjük. Igen, köszönöm. Valóban, tehát első körben, ahogy hozzánk jönnek a bejelentések, megkeressük az ingatlan tulajdonosát, és első körben egy levelet szoktunk neki írni, felszólító levelet, figyelembe véve leidézve a jogszabályokat, hogy minek kell eleget tennie. Olyanra az elmúlt években nem volt példa, hogy egy ilyen levélnek az elküldése után további lépéseket kellett volna esetleg tenni, akár bírság, akár bármilyen kötelezés. Általában ezeknek eleget szoktak tenni az ingatlan tulajdonosok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Képviselőasszony, újra? Tessék. Miután be vagyok jelentkezve, igen, valószínű szót szerettem volna kérni. Szeretnék kérni akkor az irodavezető úrtól, vagy alpolgármester úr, vagy mindkettőjük, nem tudom ki az illetékes benne, egy tájékoztatást arról, hogy itt mikor történt felszólítás, és a felszólítás után megtörtént-e az ellenőrzés arra, illetve hogy van-e arra vonatkozóan bármiféle hivatali eljárási rend, hogy mikor volt az ellenőrzése ennek, és hogy mit tapasztaltak akkor, és hogy hányszor volt?
mondjuk felszólítás, hányszor kellett felszólítani, utána megtörtént a gaznak a levágása, és ez mikor volt. Jó? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, kérdezném a megjelenteket, van-e még esetleg a mai közmeghallgatásra kérdésük? Amennyiben nincs, köszönöm, hogy megjelentek, és a következő alkalommal is szeretettel várjuk Önöket. Viszontlátásra, viszonthallásra.